Az idei évben meghoztunk egy számunkra részben egy picit fájdalmas döntést, de a környezetünk számára egy örvendetes döntést, nevezetesen az, hogy ezt a közel 20 000 világító lufit most már nem engedjük fel a magasba. Mi évek óta környezetbarát és lebomló lufikat és eszközöket használunk, de azt gondoljuk, hogy azért leterheljük jobban a környezetet, és most tényleg úgy döntöttünk, hogy idén már nem belengedjük a magasba, hanem csak magasba lengedjük ezeket a világító lufikat, és megkérünk mindenkit arra, hogy ezeket a lufikat inkább majd vigyék haza, és otthoni körülmények között is ezen az útvonalon jelezzük majd az utat mindenki számára, hogy egyébként a csellengő fiatalokat ezzel a fénnyel is jelezve, de hazamárják. Nagyon fontos az az alapítványunk életében, hogy mindig kitaláljunk valami új dolgot. Most például egy évvel ezelőtt kitaláltunk egy jól működő iskolai felvilágosító programot, tehát általános iskolákban járunk szakértőkkel, szülőkkel, pszichológusokkal, rendőrrel, gyerekeknek tartani előadásokat, illetve beszélgetéseket a csellengés veszélyeiről, tehát ez például egy újítás, mint hogy újítás lesz majd szeptembertől az a videós tartalom, amit elkezdünk gyártani, az is természetesen minden, ami a csellengés veszélyeivel kapcsolatos hazai nemzetközi tapasztalatokkal és történetekkel kiegészítve, tehát ez már egy ilyen videós tartalom lesz, kvázi egy tévé. Amit a jövőről el tudunk mondani, tehát 2020-tól, hogy most, hogy feláll az Európai Parlament, meg fogjuk keresni az új képviselőket, és megpróbáljuk az ezer lámpás éjszakáját nemzetközivé tenni. Lehet, hogy egyelőre a V4 országaiban, de hosszú távon pedig szeretnénk, hogyha az unió országai közül minél többen csatlakozzanak. Azt tudjuk ugyanis, hogy ilyen jellegű civil kezdeményezés, mint amit mi létrehoztunk Magyarországon, ilyen nincs az unióban, ami a gyerekek eltűnésével lenne kapcsolatos. Képzeljétek el, hogy ilyenkor szokták kérdezni a most is például a biztonsági úriemberek, akik nagyon vigyáztak rám, és kérdezték, hogy fú, hát melyik a fárasztóbb, a színpadi munka, vagy ez az utó hulláma az egésznek. És annyit tudok csak rá mondani, hogy engem ez mindig nagyon feltölt, és ez, ahogy a követők, a rajongói, mondjuk így a közönségem megjutalmaz gyakorlatilag a szeretetével, néha még kis csomagot is kapok, tehát hogy szerintem mindez, amit, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, és az akarok lenni, az, amit ők kapnak tőlünk a színpadon, vagy amit ők kapnak a nézőtéren, ők azt mindig megpróbálják visszaadni, és vissza is töltik nekünk a színpadra, és utána is. Úgyhogy rengeteg üzenetet kapok mindig, hogy ami nagyon-nagyon jól esik, hogy képzeld el, ez a dalod, ezért volt fontos az életemben. Hú, amikor azt énekeled, mindig arra gondolok, stb. Mostában kaptam egy ilyen üzenetet, egy fiatal lány írta, hogy amikor megy reggel az iskolába, akkor mindig az én dalom hallgatja, és hogy olyan jól esik ez mindig, de őszintén jól esik, tehát ez szerintem ezért érdemes ezt csinálni, és aki ezt nem így látja, annak talán nem való igazán ez a dolog, mert tényleg lefárasztja, nekem abszolút feltölt. Nagyon komoly témát dolgoz föl ez a rendezvénysorozat. Én 2 évvel ezelőtt Miskolcon léptem fel, ugye a szülővárosomban, és ott volt a legkomolyabb, ezután természetesen a mai koncertünk után, az volt az egyik legnagyobb élmény. Szinte az első koncertünk volt egyébként a zenekarral, és akkor még volt ez a lámpás felengedős, világítós lufis dolog a végén, és mi voltunk a legutolsó koncert, már sötét volt, és 4-5 ezer ember ott együtt fölengedte ezeket a lámpásokat, és tényleg együtt énekeltünk, együtt zenéltük azokért a gyerekekért, azokért a fiatalokért, akik úgy gondolták, vagy nem is saját döntésükből, de elkészerültek hagyni az otthonukat. Ez szörnyű dolog is, és azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy ez a rendezvény picit ellenpontozza ezt a rossz élményt. Azt gondolom, hogy ezt azt nem tudja átérezni, aki nincs ebbe benne, de még így kívülállóként is rettenetesen megvisel, és ezzel a dologgal foglalkozni kell, és ha már egy valaki előkerül, már akkor megérte az egész. Ez pontosan így van, hogy egyrészt Robi nagyon jó rendezvényt csinált, és ez nem másért jó, mint azért, mert valamit akar adni az emberiségnek, akar szeretetet biztosítani, azt akarja, hogy hazataláljanak ezek a gyerekek. És szerintem akinek van egy kis szíve, az vagy eljön el a rendezvényre meghallgatni, vagy hozzáadja az ő művészetét esetlegesen, hogyha van. És én semmi másért nem vagyok itt. Nekem az a szerencsém, hogy ugye Robival nagyon régóta ismerjük egymást, ugye a tévézés miatt, és
És én azonnal, amikor ez történt, akkor az első kérésére én már mellé álltam, tehát én gyakorlatilag minden évben itt vagyok vele, és segítem a munkáját. Az a helyzet, hogy ennél szebb dolog nincs egy zenész számára, mint amikor látja az emberek szeretetét, vagy érzi inkább. És amikor ilyen sok mosolygós, életvidám ember vesz körül, mert ugye ilyenkor kijön mindenkiből a boldogság, amikor valami tetszik nekik, meg amikor valami egységet kell alkotni, és hát ezt nyilván kihasználja egy énekes, mert mi meg ebből töltődünk. Mi odaadjuk az összes energiát, amit hónapokon keresztül gyűjtünk egy nagy koncerthez, és azt mind ide kinyomjuk egy pár, vagy másfél óra alatt, vagy egy óra alatt attól függ ekkora koncert, és visszakapjuk azt, amit adtunk, és ez tök jó. Imádom őket. Sok ilyen hely van, ami emlékezetes. Természetesen a vonatos utazások miatt a keleti pályaudvar az, ami az igazi top. Ott is laktam egyébként nem messze, nem a pályaudvaron, hanem onnan nem messze az első albérletemben, úgyhogy az a környék ott a Rákóczi út és a Rákóczi utca, bocsánat, és a keleti pályaudvar az nagyon fontos. De hát természetesen rengeteg olyan hely van, ami igazi ikonikus része Budapestnek. Hát a Dunapart természetesen azért rengeteget sétálgattam, nem egyedül, úgyhogy ezek jó emlékek. Hát született is már több dalunk is Budapestről, úgyhogy kicsit az álmok városának tartjuk itt mi Magyarországon belül, úgyhogy nagyon-nagyon szeretünk itt lenni.